Most egy film következik. 800 évvel ezelőtt adta ki II. András az Aranybulla királyi okiratot, amely először rögzítette a magyar nemesség jogait. Az évfordulót a közmédia az Aranybulla című történelmi sorozattal ünnepli. Nem sokára az alkotásról beszélgetünk Trill Zsolt színművésszel és Rákai Filipp producerrel. be back. Vendégünk Trill Zsolt, Jászai Mari Díjas színművész, érdemes és kiváló művész, aki a főszerepet játsza a történelmi sorozatban, és Rákai Filip a sor sorozat producere. Szervus Elég jó a tréler, szervusz. Nagyon, Nagyon tók. Jó. És nem csak az. Nagyon jó. Jó. Tehát jelezném, hogy szinte bármiből össze lehet vágni 30 jó másodpercet, vagy 45-öt, de érdemes lesz végignézni a sorozatot is, meg majd a nagyfilmet és a... Többek között Zsoltnak köszönöm. Akkor már hangozzék el, el gyorsan volt. az is, hogy december 25-e és 30-a között zseniális időpont. Igen. Viszont adódik a kérdés, és ez az én kérdésem, nagy történelem rajongó vagyok, hogy igen, ez egy elképesztő sztori, és én magam is nagyon örülök, hogy erre a témára esett a választás, de mit gondolsz, hát a magyar történelem egyébként tele van ilyenekkel, szóval ö, hát olyan szerencsés, vagy, vagy balsorsos, vagy dicső, ami történelmünk, hogy folyamatos drámai fordulatok sokasága. Szoktam mondani, hogy húsz év is kevés lenne ahhoz, vagy 30. ha most elkezdenénk gyártani a magyar történelem nagy tragédiáit, vagy akár hatalmas diadalait, vagy Így van. kiváló történelmi alakjainak az életét, ha megpróbálnánk feldolgozni. Szóval van, van mit pótolni. Nyilván az aranybulláról érdemes volt most, a 800. évfordulón készíteni valamit. Részben egy edukációs jelleggel készülő dokumentumsorozatot, amelyet úgy hívunk, nagyon rossz ilyen szakmai műszakban, hogy dramatizált dokumentum sorozat, tehát kicsit beszél a történész, aztán jönnek a csatajelenetek. Gyakorlatilag igen, illetve a színészek kiváló játéka és hát nem bírtunk magunkkal, tehát csinálunk ebből az egészből, a hat részből picit túlforgattuk és dramatizált jeleneteket vettünk föl hozzá és ebből készítünk majd egy nagy filmet, amely jövő április 24-én az Aranybulla napján kerül majd bemutatásra. Igen, hát mindannyian tanultunk azért a magyar középkorról, és tudjuk ki második András, és tudjuk ki a felesége Gertrude és még az ő gyermekeikről, vagy második András testvéréről, a testvérviszájról, szóval sok mindent tudunk. De amikor egy filmet akartok készíteni, <laughs> akkor bizonyára nem elég a pusztán iskolai vagy felszínes tudás. Tehát meg kell állnia a helyét minden szempontból. És amikor egy 600 oldalas tanulmány kerül a producer elé, és 10 történésszel kell leülnie, hogy na akkor lássuk, hogy is történt, hát nem lehetett egyszerű munka. Valóban nem volt az, mert ugye mindenki tudja, az általános iskolában is, hogy aranybulla kedvenc mindenki <laughs> a kedvenc évszáma volt, mindenkinek könnyű volt megjegyezni, 1222, de most őszintén kimennétek az utcára, és megkérdeznétek az embereket, hogy tulajdonképpen miért is fontos ez, talán még azt elmondanák, hogy a kontinentális Európa első írott alkotmánya, ugye 1215 a Carta 1222 az aranybulla, de hogy milyen körülmények váltották ki, hogy egyáltalán mi történt, milyen érzelmi szálak a vannak a mögött, hogy egy király egyébként egyedülállóan, nem csak a magyar, hanem a világtörténelemben azt tudja mondani, hogy urak, ha én méltatlanná válok, akkor engem vissza lehet hívni. Szóval ezek, ezek elképesztő dolgok, az érzelmi szálak, hogy amikor egy, amikor egy Szent Erzsébe, tehát a, a, akkor még gyerek gyerek Erzsébetet elküldik és beházasítanak valahová, hogy mit jelent ez, mit jelent beházasodni egy, egy árpátházi vérvonalba. És mit jelent, és mit jelent ilyen királynak lenni, Igen. így van, második András eljátsz. Hát ugye ilyenkor, ilyenkor az a legfontosabb, hogy legyen egy nagyon jó könyv, ami, 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 nem csak tényeken alapszik, hanem valahogy benne van az ember is. A történelmi személyiséget emberré tesz. Én. Így van, pontosan, tehát ez, ez a legfontosabb szerintem, és ez, ez, ez szerintem egy kiváló könyv ebből a tekintetből. Ott, mi, mi, a sorok között ott van benne az ember. Milyen és ember? Ez, Milyen ember? Szerintem, szerintem ez a legfontosabb, hogy tudta azt mondani, hogy ha nem, ha nem csinálom jól, ha hibát követek el, akkor nyugodtan nyugodtan fél, félreállok. Tehát ez, ez a leg, legizgalmasabb, tehát ez, ezért igazán nagy, nagy vezető... És egy szerethető ember? Szerintem abszolút. Hát aki ilyet, aki, aki ilyet, ö, ö, tud mondani, és nem csak mondja, hanem ő ezt komolyan is gondolja, szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogyha a, 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 tehát minden, mi, minden, porcikája minden máról szól, szerintem ez a legizgalmasabb benne. De közben meg a, az ember fölöttiről. Hát hiszen, igen. hiszen ugye az Árpádházi vérvonal, a Szent Koronával megkoronázott király, az egy, az egy olyan minőség, hát nem véletlenül szoktam mondani, hogy nem véletlenül hívták apostoli királyságnak és apostol királynak, ugye Szent István után sok-sok királyunkat, meg apostoli királyságnak a magyar királyságot, nem azért, mert nem jutott más szó az eszükbe, nem, ez egy másfajta minőség volt. Igen, mert ez az Isten, Isten, Isten földi eme, helytartója így van, volt és az valahogy. Isten a legfontosabb, az ember és az Isten és a kettő közötti kapcsolat és a, a, a szolgálat, a szolgálat a, leg, a, le, a mindenek fölött. És egy küldetéses embert játszik a Zsolt, egészen, egészen fantasztikusan, mert, mert egyrészt vívódik a sajátjai között, vívódik a saját felesége és annak a családja között, vívódik egy nagyon izgalmas világpolitikai helyzetben, és egyetlen egy van számára a haza. Uh -huh. Most beszéljünk azokról az emberekhez, akik én is vagyok, akik szeretik a csata jeleneteket, meg ha előhúznak egy nyilat. Lesz az, és... is. Lesz az is. Beszéljünk egy kicsit erről, mert mert az nagyon fontos egy ilyen történelmi filmben. Hát úgy lovagolt, meg küzdött, a kaszkadőrök nem is kellett. Nem, hát kellett, mert azért ki, ki, kellett ezt dolgozni, meg elő, előtte nagyon sok munka is volt, de tényleg ez tele van ilyen jelenetekkel. De én, mint, mint vezér, ugye én azért nagyon sokszor... Hátra, a háttér, a többieket, halljanak meg mások. Jó, mindegy, de nem, de van, van, olyan jelenet, amikor, amikor pont arról van szó, hogy, hogy megment, megmenti a, a, a társait. De ezek nagyon-nagyon jó volt. Mondjuk melegbe forgattuk végig. De a leg, az, egyik leg, számomra az egyik legizgalmasabb pillanat az volt, amikor elmentem az e első, számomra első napi forgatásra éjszaka, és egy hatalmas monológgal kezdett. Hát amikor a. Igen. Pont a lényeget elmondja az Arany Dulát, És kimentem, és ott volt, hát legalább 150 ember legalább, de lehet, hogy többen a templomban, és az olyan volt, mintha egy premierem lett volna. Na, de az nemzetiben 600-on Jó, én értem, de de, ugye ott mégis van időnk, ja. tehát van egy felfutás időnk, tehát hónapokat, és utána pedig egy-két ja. vannak, jönnek az emberek, és akkor valahogy megszokott, tehát... Ja, és ja, ja, ja. és mínusz három fok volt a járki templom. Igen, és ott pedig, ott pedig egy az egybe, ott rögtön, abban a pillanatban kellett egy hatalmas monológot elmondanom. Hát ez, ezért szép, tehát ezért, de azt, van kihívás. De azt nem tudom, hogy érezted volt. A, a Jáki Kápolnában forgattunk, valamikor március vége volt, iszonyatosan hideg, Jáki Kápolna 8-900 éves falai között nem voltak bent a bútorok, mert egy felújítás volt, tehát egy olyan itletet pillanatot kaptunk el, ami úgy nézhetett ki, mint 800 évvel ezelőtt. Ott álltak a korabeli ruhába öltözött keresztes lovagok, főurak, mindenki, zárójában jegyzem meg, hogy a, például a páncélzatokat, a Mennyei Királyság című Hollywoodi fia től kölcsönöztük, fontosabban attól a cégtől, ahol, Madrid, ahonnan ők is, Madridból szóval és igazi, és igazi, igazi és a, igazi. Fegyver, a, a, a fegyverek, a kardok, a pajzsok igaziak voltak, az pedig Rómából jött attól a cégtől, ahonnan még a, a, a Ben Hur is innen kölcsönöztetett, tehát tényleg minden igazi volt, de amikor a Jáki kápolnában ott állt több száz felöltözött statisztai színész, korabeli ruhákban az bejött bőzőség. a Szent Korona a hiteles másolata. Ott higgyétek el nekem, hogy, hogy ez egy ihletett pillanat volt. Én beszéltem a statisztákkal, tátort szája, lúdbőröz váltott mindenki, és ez, ez, biztos vagyok benne, hogy hatással volt még az ilyen kiváló és rutinos színes. Nagyon, nagyon várjuk december 25-ét, ott fogunk ülni köszönjük a képernyők előtt. A Dunántatornán megy egyébként majd a sorozat. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.